Energiahatékonyság, energiatakarékosság otthon. Hogyan és mire alakítsuk át a meglévő fűtésrendszerünket? Nem utolsó sorban mennyi idő alatt térül majd meg mindez számunkra, mármint ez a befektetés? Gyakorlati tanácsok következnek a következő percekben. A stúdióban a vendégeink pedig Beleznai Nándor úr, ügyvezető igazgató, jó napot kívánok, és Lukácsi Péter marketing menedzser. Fenntarthatóságról beszéltünk az imént, gondolom hallották önök is a beszélgetést. Picit ebben a szellemben, hogyha folytatjuk, akkor önök szerint melyik a legfenntarthatóbb fűtési mód ma Magyarországon? Hát ez egy nagyon összetett téma. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor a fűtési módról kezdünk el beszélni, akkor elsősorban arra kell gondolni, hogy a meglévő épületet hogyan lehet a legkorszerűbbé tenni. Gyakorlatilag az épület szerkezete az, amit elsősorban jóvá kell tenni, gyakorlatilag korszerűvé kell tenni, és ha ez megtörténik, akkor kell az energia előállításban gondolkodni. Mondom, mindig az a nehezebb, ha egy régit kell átalakítani, ez az a drágább. Egyértelműen mindig kompromisszumokra van szükség. Én azt gondolom, hogy ha az ember arra törekszik, hogy a lehető önállóbbá váljon, akkor érdemes hőszivattyúban gondolkodni, hisz az egy olyan eszköz, ami csak és kizárólag villamos energiát fogyaszt, és ezt a villamos energiát pedig napelemekkel elő lehet állítani, gyakorlatilag össze lehet rakni úgy egy ingatlant, hogy más energiahordozóra nem lesz szükség. Amit itt magukkal hoztak, ezek napelemek. Egy picit, hogy mondjam, tájékozatlan vagyok. Mi a különbség például a napelem és a napkollektor között? A napelem az egy olyan eszköz, ami villamos energiát állít elő, a napkollektor pedig hőenergiát. A napkollektorokkal közvetlenül tudunk fűteni, mert közvetlenül meleg vizet tudunk velük előállítani, használati meleg vizet, medencét lehet vele fűteni, vagy épületfűtésre lehet használni, míg a napelemekkel villamos energiát, amit vissza lehet táplálni a hálózatba, és onnan később vissza lehet használni. Most legalább megértettem. Mire hozták ezt példaként magukkal? Ja, az elmúlt hetekben, hónapokban mi azt tapasztaljuk, hogy egyre inkább nő az érdeklődés a napelemek iránt. Az elmúlt években a napkollektor volt tulajdonképpen a sztárja a piacnak, és azt látjuk, hogy ez megfordulni látszik. Ennek mi lehet az oka? Anyagi? Azt kell tudni, hogy a napelemes rendszerek egyre olcsóbbak, egyre olcsóbb maga a technológia, ahogy ezt előállítják, és ennek segítségével egyre elérhetőbbek. Ugye ezt látjuk a piacon trendként. Melyik piacon? Nemzetközi piacon vagy magyar piacon? Mert én úgy tudom, Magyarországon még nem elég elterjedt a gondolkodásmód sem. Is, azt lehet mondani, hogy Nyugat-Európában kezd lassan lecsengeni ez a dolog, Magyarországon pedig most ér ide. Nyilván ez elsősorban, hogy Péter kollégám is mondta, ez annak köszönhető, hogy egyre olcsóbbak lesznek ezek az eszközök. Úgyhogy most, hogyha egy megtérülésben gondolkodunk, akkor azt lehet mondani, hogy 5-6 éves megtérüléssel már lehet telepíteni egy olyan rendszert, ami a családi háznak a teljes villamos energia igényét el tudja látni. Hát ez eléggé belátható. Akkor hát, ezzel érdemes foglalkozni. Én azt gondolom, hogyha most a banki befektetéseket vagy egyéb befektetéseket nézünk, akkor talán elmondható az, hogy mind befektetés ez most az egyik legjobb, ami a piacon kapható. És akkor is, ha már meglévő családi házat kell átalakítani? Ami a napelemnek az egyik nagy előnye, hogy tulajdonképpen mindenhol elektromos áramfogyasztás van, ott mindenhol lehet alkalmazni. Nyilván vannak ennek is megfelelő olyan ismérvei, hogy mondjuk déli tájolású tető, különböző dőlésszög, de tulajdonképpen ugye Magyarországon a napos órák száma nagyon magas, tehát tulajdonképpen nagyon jó adottságaink vannak arra, hogy a napenergiát hasznosítsuk. Annyival szeretném még kiegészíteni, hogy tulajdonképpen a gyártók általában 10 év termék garanciát vállalnak a termékekre, és 25 év teljesítmény garanciát, tehát tulajdonképpen itt azért évtizedekre tudja biztosítani az elektromos energiát. Helyigényesek ezek? Mert mintha ezek kisebbek lennének. Hát és ezek mintadarabok. Azt kell tudni, hogy egy családi háznak a villamos energiaellátáshoz kb. 25-30 négyzetméter felületre van szükség. Ezt gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ha valaki ezt meg akarja valósítani, akkor erre lehetőség van, ez el szokott férni a háztetőre, és a többi eszköz, amit be kell telepíteni, az már viszonylag kis helyigényű. Úgyhogy egy meglévő családi háznál is azt lehet, hogy nagyon kevés kompromisszumra van. Mi van télen? Hát ez nagyon jó kérdés. Igazából a napelemekről azt kell tudni, hogy azt az áramot, amit ezzel termelünk, ezt visszatápláljuk a hálózatba, és nyáron, amikor többet termelünk, az úgymond elraktározzuk, és téli időszakban a hálózatból vissza tudjuk használni. Magyarán télen nem spórolunk, nyáron spórolunk. Hát végülis nagyjából mindenki Magyarországon általányban fizeti a villamos energiát egyszer éves elszámolással, és ez azt jelenti, hogy ha tudjuk azt, hogy mennyi energiát fogyaszt valaki egy évben, egy olyan rendszert élet alakítani, ami ezt az egész energiamennyiséget elő tudja állítani. Ha csak alternatív megoldásként akarjuk ráépíteni, hozzáépíteni, nem tudom melyik a helyes szó a fűtési rendszerünkhöz, úgy is megéri?
Lehet ebben így is gondolkodni, hogy biztonság szempontjából meghagyom a régit, de megpróbálom ezt is, mint irányt? Ha a fűtésről beszélünk, akkor a napelem az nem biztos a legjobb megoldás, mert ugye itt elektromos áramot állítunk elő, és az elektromos áramból fűteni az viszonylag drága megoldás. Ezért javasoljuk a hőszivattyút, mert az már egy szorzóval fogja ezt a villamos energiát felhasználni. Az mondjuk 1 kWh befektetett energiából 3-4, akár 6 kWh hőenergiát is lehet nyerni. Hogyha a fűtés a fő szempont, nem a villamos energia előállítás, akkor vannak más lehetséges módok is, vannak például nagyon korszerű pelletkazánok, vannak vegyes tüzelésű kazánok, vannak falgázosító kazánok, ami gyakorlatilag a gázkazánnak a kiváltására teljesen megfelelő. Valamennyivel kisebb komfortfokozatot biztos, mint egy gázkazán, de lényegesen olcsó, kisebb költséggel lehet fűteni az épületet velük. Azon gondolkodom, hogy az ország gazdasági állapotát ismerve, vagy viszonylagosan ismerve, hát nyilván nagyon sokan neki fognának, csak nincs egyszeri beruházási pénzük erre, tehát hogy mekkora tételek ezek, kinek elérhető, kinek lehet ez konkrét cél? Hát jelentős, el kell mondani, hogy többnyire jelentős tételekről beszélünk, viszont évek óta léteznek állami támogatások, amik ezeket a beruházásokat támogatják. Most is léteznek ilyenek? Sajnos most pillanatnyilag nincs, én azt gondolom, ennek az egésznek az elterjedésében a legfontosabb az lenne, hogyha lenne egy kiszámítható állami támogatás. Visszanemtérítendő támogatások szoktak lenni, esetenként másfél, akár 3 millió forint támogatást is le lehetett hívni a rendszerekre. Ezekre lenne nagyobb szükség ahhoz, hogy egyre többen vállalják azt, hogy egy ilyen rendszert telepítenek az otthonukba. És most semmilyen ilyen pályázatról önök nem tudnak? Semmilyen formára? Tehát tömbházaknak se, családi házaknak most pillanatnyilag se, nincs. Fűtési formákra most se? Elérhető. Most pillanatnyilag semmilyen pályázat nem érhető el. Uh-huh. Vannak különböző vállalati szektoroknak különböző pályázatok, amik időszakosan elérhetőek, itt akár eszközbeszerzésre gondolunk, akár megújuló energiaforrásra, de ezek rövid időre vannak csak írva, mert nagyon nagy az igény, nagyon nagy az érdeklődés rájuk. Akkor, hogyha energia fenntarthatóan akarunk gondolkodni, ebben a pillanatban ez pénztárca függő elsősorban az országban. És szemlélet, én azt gondolom, hogy fontos, mert szemlélet is kell hozzá, hogy... Hát uraim, az információ hasznos volt, mindenki eldöntő, hogy meddig nyújtózkodhat. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzá. Köszönöm szépen a lehetőséget.